Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket Hírérték című műsorunkban, és engedjék meg, hogy hangsúlyozom ismét, mind a hír és mind az érték minőségének megfelelni kívánunk. Hogy milyen témával és milyen kedves vendégekkel, már is azonnal mondom, most a Kodály Zoltán férfi kar fog bemutatkozni itt kedves nézőiknek először a hatos csatorna képernyőjén, és én szívből remélem, hogy ez hír és érték lesz önök számára is. Kedves vendégeimet is tisztelettel köszöntöm, szívből örvendek, hogy elfogadta a meghívást. Elsősorban a vezetője, karnagya, Pálinkás Péter úr, nagyon tisztelettel köszönöm, hogy itt van, és amíg itt majd mi beszélgetünk, talán felcsendülnek néhány olyan szép dallamai az önök munkásságának, ahol a kedves kollégákat, a kórustagokat is látjuk, és közben beszámol arról, hogy hogyan is alakult a történet, mi is a történet maga. Tisztelettel köszöntöm Király Zoltán urat, villamosmérnök a hivatását illetően, de ugyanakkor legalább ilyen hivatással, mint a kórus egyik tagja, de ugyanakkor ügyvezető igazgató is a Kodály Zoltán férfi karnak elfogadta meghívást. Hogy mi minden közéleti munkája van egyes embernek, aki aztán úgy dönt, hogy az életében talál egy olyan plusz hivatást, hogy boldogítsa az embereket, megőrizze a dalainkat, hivatásszerűen tudja közvetíteni adott eseményeken túl is, vagy azon belül, célirányosan, hogy mit választ abból a repertoárból, amely kialakult ebben a folyamatban. Azért nézzük ennek a folyamatnak a történetét. Már is átadom a szót önnek, hogy Pálinkás úr, akkor legyen olyan kedves ebből egy picikét bennünket felvilágosítani, hogy a TUNGSZRAM, tehát az Egyesült Villamosági Részvénytársaság kezdetben ugye dal- és önképző egyletének kórus tagjai, illetve maga ez az egész történet. Hogyan alakul a máig? Milyen élmények, eredmények és karitatív munka is van? Rengeteg, parancsoljon. Mindenkelőtt köszönjük szépen a meghívást és a megtisztelő figyelmet. Igyekszünk megfelelni, hiszen mi is úgy gondoljuk, hogy értéket képviselünk, és ezt az értéket feltétlenül szeretnénk megosztani a nagy nyilvánossággal is. Hát az együttes a régi Dalárda mozgalomban 1903-ban alakult, amikor minden üzemben éneklő közösségek, ugye nem volt akkor televízió és egyéb dolgok, amik elvonták volna a figyelmet, és az emberekben még akkor nagyon élénken élt az önkifejezés és az énekhangon való önkifejezés, sőt a közösség körében való önkifejezés, a lelkek összehangolása, építése, kiművelése és a lelki közösség nagy nyilvánosság előtt való megmutatkozása is. Abban az időben férfi karok voltak zömmel, aztán Kodály Zoltán jött és tette egy javaslatot, hogy ez a férfi kari túltengés, ez billenjen át, a nőket is vonjuk be az éneklésbe, az emancipáció okán is nyilván. Mára ez a dolog teljesen átbillent a másik oldalra, most már jobbára vegyes karok vannak, és a férfi karok alig-alig lelhetők fel a zenei palettán, úgyhogy mi büszkén viseljük a Kodály Zoltán nevet, és mondhatni, hogy a világon tudomásunk szerint egyedülállóak vagyunk ebben a tekintetben Kodály Zoltán férfi karként. Hát a támogatónk, ahogy ön is mondta, ugye az Egyesült Izzó, illetve a TUNGSZRAM világmárka név, mára már teljesen kikopott és elfeledésre került, úgyhogy most a GE Lighting vásárolta meg a céget, és hát ő már nem olyan szemmel néz bennünket, és nem olyan támogatást nyújt. Pálinkás úr, ennél az utóbbi gondolatnál azért egy pillanatra álljunk meg. A TUNGSZRAM, amely megint a magyar infrastruktúrák egyik kiválóságát jelentette, de az élelken bejelentés, hisz messze külföldön számos üveggyárat hoztak létre.
lámpagyárat, öblös üveggyárakat. Saját magam megéltem Szíriába, Aleppóba a Tungsram által az 1979-81-82-es esztendőkben létesített csoda művet kiváló mérnökökkel, emberekkel együtt, amelyeket nem lehet csak úgy egy névváltoztatással az emberek szívéből, pláne aki Tungsram dolgozó volt, mert az egy életmódot jelentett, családi életmódot, ott szinte apáról fiúra, vagy éppen az édesanyáról a lányára is átértékelődött ennek a megőrzése. Úgyhogy nem véletlen, hogy önök a férfi kart illetően a maguk erejével ezt a hagyományt jelent megőrzően is szó szerint motiválják és segítik. És kedves nézőink, itt közben egy-egy bejátszás ürügyén nagyon szép kórus műveket, illetve dalokat fognak hallgatni, és én remélem, hogy az az együttérzés is majd felcsendül, hisz ebben a hónapban fejet hajtunk 1956 forradalmának hősei előtt, és a férfi kar ezt a hagyományt megőrzi, a fülhajtó hagyományt, és nem tudja elfelejtetni és elfelejteni, hogy mi is történt, amelyre egy egész világ fölfigyelt és igent mondott, hogy ezt meg kellett tenni. Szót ügyvezető igazgató úrnak, a saját élményeit ossza meg, és a saját igenlő véleményeit is. Annyit szeretnék hozzáfűzni, a Tungsramnak az elődje az Egyesült Izzó és Lámpagyár volt, részvénytársaságként Láne. Működött. Egy nagyon híres és közismert társaság volt. A Kodály Zoltán név pedig kötelez bennünket, ez egy nagyon fontos szempont, és ennek érvényt ad, és ezt kifejezése is juttatja Karnagy úr, hiszen az ő követelő és követelési rendszere és az ő általa támasztott magas színvonal ennek mindenféleképpen egy biztosítékot és egy olyan háttért ad, ami számunkra egyfelől megkönnyíti az éneklést, másfelől pedig szeretném mondani mindazokkal, akik esetleg nem tudják énekelni, pedig jó. Az éneklés egyébként egy imádság is, akkor, amikor az ember lélekben énekel, rezdül a lélek, és a léleknek a rezdülése áthat a hallgatóságra is. Lehet érezni a hallgatóknak az arcán a megilletődöttséget, az együttérzést, az együtt munkálkodást, az együtt lüktetést, az együtt púzálást, és ez egy nagyon csodálatos élményt ad az embernek. Így válik számunkra a szolgálat élménye is egyébként. Kölcsönös élmény, így igaz, amit mondott, jó adni, jó az erre, az adásra, hogy adok valamit felkészülni, mert addig is ugye a család, a kar, családi mentalitásai és igen. Egy jobban ötvöződik, és jó látni, hogy időnként az ott ülő már vele énekel, függetlenül, hogy ismeri vagy nem ismeri a dal, de be tud
bekapcsolódik. Igen, ezt számtalanszor lehetett tapasztalni. Van egy olyan mondás, hogy egyébként abból élünk, amit kapunk, de az élted bennünket, amit adunk. Ez a színpadon. Ez nagyszerűen látszik, és nagyon tapasztaljuk. Ami Pálinkás Karnagy urat ismeri, vagy illeti, azért szeretném hozzátenni, hogy van egy másik mondás, amelyik azt mondja, csinálj olyat, amit szeretsz, és utána nem kell dolgoznod. Na azért ez nehogy félreértést adjon itt a kedves nézőinknek, mert éppen ez az impulzáló rész, hogy olyan jó befejezni egy adott feladatot, amit pont ilyen elv, és utána olyan jó rákészülni egy újabbra, hogy újabb élményt adjunk. De ezzel nem azt mondtam, hogy nem jó dolgozni, hanem azt mondtam, hogy olyat csinál, amit szeret. Ez igaz, csak a kontinuitást próbáltam merészen itten kiemelni, igen, hogy nagy valaki ezt így befejeződött a mondat, nem, mert ez nem így van. Ez egy folyamatos dolog. Annál is inkább, mert az önök élő repertoáriában, ahogy jól tudom, 350 énekkari mű szerepel. Most már túl vagyunk a 400-on. Kérem szépen, elég egy hét eltérés, és már rögtön ekkora differencia, Isten éltesse önöket ebben, és nyilván ön megjelöl majd néhány olyan szép művet, amit itt bejátszhatunk a kedves örömmel nézőinknek, mert ez a legkedvesebb, hogy amiről beszélünk, ők is láthassák ebben a stúdió felvételben, sőt, barokk zeneszerzőktől modern komponistákig, magyar és külföldi zeneszerzők dalaitól rendkívül sok műfajt érintenek, és az emlékező gondolatok 56-ra, de emlékező gondolatok az Egyesült Izzóra is, igaza van, Zoltán kedves, menjünk csak a történelembe a legelső epizódig, ebben a gyönyörű gyárnak, üzemnek az életében fontos. Én tisztelettel köszöntöm Pálinkás urat abban is, hogy 2002-ben a Magyar Kultúra Lovagja címet nyerte el, 2009-ben karnagyi munkásságáért pedig a Kóta díjat vehette át. Azért itt van impulzus, ugye, hogy a tovább lépés mi mindent jelent, tehát akkor ezért vagyunk most már több mint 400-on, ahogyan említette. Egy kicsit arról beszéljen, a külföldi megjelenés is fontos, de talán ha ki lehet emelni néhány jelesebb hazai rendezvényt, ahol önök részt vettek, amelyben templomi rendezvény is van, de más terület is, ezekről önök beszéljenek, hisz az önöké. Ahogyan a repertoárium is nagyon széles palettát karol föl, ölel föl, éppen úgy a fellépésünk is ebből adódóan eléggé változatosak. Egyházi berkeken belül is éneklünk református gyülekezeti helyen, éneklünk katolikus templomokban természetesen, misén közreműködünk, egyházi fesztiválokon vettünk részt, szinte felsorolhatatlan változatossággal. Mindig a feladat szabja meg persze a repertoár továbbépülését is, és azt, hogy milyen körben nyilvánulhatunk meg. Most a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük, és ennek keretén belül is hazai református helyeken, sőt határon túli református gyülekezeti helyeken, templomokban léptünk föl, és így ebből adódóan is bővült az egyház zenei repertoárunk a református énekek sokaságával. És hát hatalmas élmény, szinte szavakban elmondhatatlan, hogy milyen lelki gazdagodás az, amikor az ember látja a befogadók arcáról visszatükröződő, utána pedig szavakban, verbálisan megfogalmazott öröm kifejezéseket fogadni, hát ez valami elképesztő és nagyon felemelő, csodálatos élmény. Át is üt az élmény felsorolása közben, ahogy ön erről beszél. Zoltán kedves, néhány hazai és külföldi útjukról, sikerükről tételesen emeljen ki néhány. Örömmel teszem ezt, és csatlakozva Karnagy úrnak a felütéséhez, élményszerű az a fogadás, amikor például Felvidéken vagyunk, hogy csak említsek néhányat. Nemrégiben Kassán voltunk, Kassán a reformátusoknál énekeltünk, Kassán a Domba énekeltünk, ugye Kassán a magyar történelemnek egy jeles kis városa, ugye Márai Sándor is
többek között a kassai polgárok, és ott élt Kassán. Tehát mindig megindító elmenni az elszakított területen élő magyar testvéreinkhez, akik könyvbe, lábat, szemekkel lelkesen fogadnak bennünket, már még meg se szólaltunk. Aztán, amikor a templomban már énekelünk, akkor a templomi csönd és a templomnak a szelleme, ugye a karnagy úr úgy válogatja össze a műveket, hogy azért a hely szelleme az mindenféleképpen fontos, tehát egyházi énekeket énekelünk, hazafias énekeket énekelünk, és az éneklés végén mindig szorongatják könyvbe, lábat, szemekkel a kezünket a hallgatók, és nagyon örülnek, és gratulálnak, és érzik, hogy őkértük is teszünk valamit, hiszen a szellemiségünkben megfogalmazódik az, hogy az elszakított területen élő magyar testvéreinkért érzett felelősség és lelki közösségvállalás, ez ilyen módon fejezzük ki, hogy elmegyünk oda hozzájuk, a legkisebb faluba is elmegyünk. Nemrégiben Hetényben voltunk, azt megelőzően Nemeshódoson voltunk. Hát Karnagy úr említette, hogy a templomokban, ahogy énekeltünk, az átszellemült közönség visszaigazolja a célunk megvalósulását, és ez egy csodálatos élmény. Közös élményünk van, de voltunk Passauban is azt megelőzően. Voltunk Szatmárnémedibe. Szatmárnémedibe az Esperes úr meghívására a teljes tele volt a templom, több mint 500 befogadós a templom, és ugye ők úgy szoktak kifejezni taps helyett, hogy az asztalt kopognak, illetve kopognak. Nagyon megindító volt, nagyon örömteli volt a pillanat. Aztán a beregszázi református egyházközség meghívásának elegettéve jótékonysági koncertet adtunk a beregszázi református egyházközösség épülési tetarozásához hozzájárulandó. És egy hangszert is vittünk, köszönöm a kiegészítést. Tehát ilyen dolgokat eszközöltünk, csak úgy nagyjából Sárospatakon is voltunk. Sárospatakon énekeltünk a Vártemplomba például, csodálatos akusztikája van. Vagy megnéztük a reformátusokat Nyírbátorba például, Bátori család, Sátoralja újhelyen voltunk, Keszthelyen voltunk, Fősoron is lehet. Most a nyugdíjasok várnak bennünket Dunaújvárosba, de Tárnokon is fogunk most például fellépni, vagy az 56-os eseményekre szinte számát se tudjuk már a meghívásoknak. Ezt nagyon tisztelettel köszönöm, a teljes felsorolás minden egyes állomását, amit elmondott. Ahogy földrajzilag így belegondolok, a teljes Kárpát-medencét felülelik, de ugyanakkor ki is mennek a saját territóriumunkból, Közép-Európa területéről is messze más kontinensekre eljutnak, más nemzetekhez is eljutnak. Az előbbinél nagyon fontos az, hogy az összetartást és a kölcsönös megegyezésen is alapul összetartás, hogy mi nem kicsik vagyunk, hanem nagyok, és van szerepünk a világban. Ezt közvetítik, de ugyanakkor a magyarság hírét erősítendő határainkon túl is messze elmennek, nem a megcsonkított határainkon, hanem messze Európán túl is, vagy éppen Európában más nemzetekhez is. És én azt hiszem, hogy a zeneadal az a nyelvi korlátokat is olykor át tudja lépni, de nem megszünteti annak tartalmi mondani valóját. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ott is ugyanazok a csillogó szemek megjelennek, és úgy érzik, hogy a dal, a dallamok szárnyán, pláne amikor klasszikus értelemben is ezeket megvalósítják, az összetartozást a földért is, földünkért is legalább annyira igazolják, mint a nemzeti összetartozást. Ez azért is igaz, mert a zene egyetemes kifejezési mód, és ezt mindenki érti, minden nyelven érti. Karnagy úr? Teljesen egyetértek az előttem szólókkal. Úgyhogy hát igyekszünk lélektől lélekig hatni, mert a hétköznapi egyéni és társadalmi problémákon fölülemelkedni feltétlenül kell, hiszen nem tudunk minden területre személy szerint hatni, és potenciálisan hatni. Ezért keressük azokat az utakat, ahol megtaláljuk a kapcsolatot egymással, és ez a lélektől lélekig épülés. Ehhez az ének egyedülálló eszköz.
Annyira eszköz, hogy amikor arról beszélünk, hogy a férfiak a legutóbb elnyert művészeti besorolását, ahogy Zoltán kedves összefoglalta, de ne is én mondjam, hanem ön, hisz nemzetközi cum laude hangversenykórus címet kapták. Hogy címet? Méltatást és elismerést, de ezen belül különböző kórus társadalmi elismerések is vannak. Igen, a Karnagy úr. Akkor Karnagy úr volna szíves felsorolni. Igen, az énekkar, hát talán azzal kezd, a legkiemelkedőbbeket sorolnám. Újpestér díjat kaptunk 2006-ban, 2007-ben, ha jól emlékszem, akkor Budapestért díj, és 2008-ban kaptuk a legmagasabb elismerést ez idáig, ez pedig 2008-ban a Magyar Örökség díj. Úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő elismerés, és nagy örömmel vettük. Én nagyon tisztelettel köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Műsor időnk végén, kedves nézőink, gondolkodjunk el és elmélkedjünk azon a mondani valón, ami eddig elhangzott, és különös tekintettel a most felhangzó kórus műre, amelyre emlékezünk 1956 dicső forradalmára. Tisztelettel köszönöm Pálinkás Péter Karnagy úrnak, hogy elfogadta a meghívást, Király Zoltán úrnak, ügyvezető igazgató úrnak, hogy szintén elfogadta a meghívást, és beavatta bennünket a kórus életében. Áldott szép estét kívánok mindannyiunknak, viszontlátásra! A sátorban, sem.